Először a lépett pályára a felkészülési időszakban hazai szurkolói előtt a Fátum Nyíregyháza. A bajnokság és a Magyar Kupa mellett a nemzetközi porondra is kilépő női röplabdázók két meccset játszottak a Continental Arénában. A Hollósi László által irányított együttes az MTK és a Kaposvár ellen is magabiztos 3-0-ás sikert aratott, így tornagyőzelemmel hangolt az Extraliga rajtjára. Fontos volt az, hogy mutatkozunk be a hazai közönség előtt, tehát hogy milyen az első benyomás a szurkolóknak. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképp nagyon örülünk annak, hogy sikeresen abszolváltuk a hazai rendezésű tornát, de azért helyén kell kezelni ezt a dolgot. Tehát ez egy állomás volt, nyilván itt elsődlegesen az volt a legfontosabb, hogy bizonyos taktikai elemeket gyakoroljuk. Én örülök annak, hogy mutatott teljesítményben, illetve mutatott játékban helyenként szép dolgokat csináltunk, de hát azért mind a bajnokságban, mind akár amikor a nemzetközi kupában játszani fogunk, sokkal több kell majd, és ezt én meg is fogom mondani most a játékosoknak, épp most nem sokára edzünk, meg a taktikai értekezleten délután is felhívom a figyelmüket, hogy nehogy azt higgyük, hogy most már akkor mi mindent nyerni fogunk. Lent kell maradni a talajon, és kőkeményen kell dolgozni. Tóth Fruzsina szerint az elmúlt hetekben mind a pályán, mind azon kívül összeérett a csapat, és ennek a meccseken is érezhető lesz majd a hatása. Másfél hónapja kezdtük el a felkészülést, és úgy érzem, hogy sikerült összeállni ennek a csapatnak úgy, ahogy én elképzeltem. Nyilván még vannak hiányosságaink, de azért még van egy hetünk a bajnokság kezdetéig, és szerintem ezeket orvosolni tudjuk. Voltunk Rátberingben egy tornán, azt sikeresen meg tudtuk nyerni. Itt Nyíregyházan is játszottunk egy tornát, szinte majdnem ugyanazokkal a csapatokkal, akikkel Jászberénybe is. Erős lesz ez a mezőny ebben az évben, de remélem, hogy sikerülni fog megnyerni a bajnokságot. A nyíregyházi röplabdázók a héten még az Újpesten játszanak egy edzőmeccset, majd október 4-én hazai pályán a Jászberény ellen kezdi meg bajnoki menetelését Hollósi László együttese.